Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Ló Lépésben című szakmagazinban. Én Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok. Folyamatban van a 35. nyírségi torna nemzetközi sakverseny lebonyolítása, a mai napon játszák az utolsó előtti fordulót. Állandó műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester sajnos nem tudott most itt lenni a stúdióban, hiszen ő egyben a verseny főbírája is, és bírói tevékenysége odaköti őt a versenyteremhez. Az előző adásunkban beszámoltunk a magyar korcsoportos bajnokságról, illetőleg beszámoltunk a nyírségi tornáról részben. Beszámoltunk a nyírségi torna A, C és D csoportjáról, most a B csoportnak a bemutatása maradt meg nekem, izgalmas véghajrában állunk, és az élenállókról szeretnék néhány szót ejteni. A B csoportba a 2000 nemzetközi értékszám alatti, tehát a félprofi sakkozók jogosultak indulni, meglehetősen népes mezőny indult el ebben az évben is, sok erős sakkozó képviselteti magát. Korábbi években sajnos arról kellett mindig beszámolnunk, hogy külföldiek állnak az élen, ukránok, oroszok, volt, hogy románok, mikor milyen nemzetiségűek. Nos, a B csoportban azt kell, hogy mondjam, hogy a külföldiek sehol sincsenek, honiak vannak az élen. A versenyen eddig ö, vezet a pécsi illetőségű Juhász Zoltán nagyszerű meggyőző játékkal. Ő a Értékszám szerint a második legmagasabb értékszámú, megmérkőzött már az első ö, ö, helyen kiemelt sakkozóval sötét figurákat vezetve is le tudta ő győzni egy izgalmas vezérvégjátékban, és megmérkőzött a harmadik helyen kiemelt is, ha jól emlékszem, vele döntetlenül játszott. Ez a fiatal ember úgy tűnik, hogy eljön ide Nyíregyházára, és végigveri a mezőnyt, és elviszi az első díjat a B csoportban. Én azt hiszem, hogy ezzel semmi probléma nincs, ez ellen semmilyen kifogással nem élhetünk. Zoli ugyanis nyiregyházi származású, fiatal korában, középiskolás korában, itt sakkozott, itt volt az NB2-es csapatnak az ifjúsági játékosa, a Száivnak és a Műfháznak, NVMK-nak volt az ifjúsági játékosa, amikor hogy nevezték az adott csapatot, és aztán egyetemi tanulmányai, majd a család, a, az állás, a munkahely, az egzisztencia szólította őt a Dunántóra. Egy pár éve beszélgettem vele az alakarosi versenyen, említette Zoli, hogy szeretne visszajönni Nyíregyházára, a nyírségi tornára. Munkahelyi kötelezettségei ritkán teszik ezt lehetővé, hogy a verseny időpontjában szabadságon legyen. Most eljött és vezeti a mezőnyt. Kérdés, hogy a végén, a versenynek a végén elmondhatja el, hogy Véni Vidi Vici kiderül az élbolyban álló sakkozók tekintélyes részével már megmérkőzött, azonban a versenynek még nincs vége, két parti van hátra, és egy váratlan vereség akár Zolit le is taszíthatja az első helyről. A második helyen áll a nyiregyházi Vitai Tamás, aki már, ha jól emlékszem, kétszer is megnyerte a B csoportot a nyírségi tornán, ezúttal is igyekszik Megismételni ezt, hiszen három a magyar igazság. Nem tudjuk, hogy Tamásnak hogy sikerül a mai és a holnapi parti, hogy sikerül a versenynek a hajrája. Sikerül-e valakinek Juházolit megállítani, a félponttal tőle lemaradó Tamásnak sikerül-e őt befogni? Minden esetre pontszámban is meg kell őt előzni, hiszen holt verseny esetén a buholc valószínűleg Tamásnak kedvezőtlen lehet. Tamással holt versenyes, második helyen második, harmadik helyen áll egy nyíregyházi fiatalember, a 16 éves Ugyan Dániel. Tamás a nyíregyházi Piremonnak az erőssége, az egyik legjobb pontszerzője, ugyan Dániel pedig a Nyíregyházi Sakkiskolának az egyik legeredményesebb ifjátékosa. játékosa. Danikát körülbelül 8-10 évvel ezelőtt ismerte meg, akkor bontogatta a szárnyait, akkor kezdett diákversenyeken játszani, azok után ő mélyen belemerült a sakba, és ahogy a testmagassága nőtt centiméterekben, úgy nőtt a tudása is. Most már másodosztályú játékos, 1833 emlékezetem szerint az értékszáma, ezen a versenyen azonban jóval 2000-en felül teljesít. A mai napon, a mai adásban szeretnénk Daninak egy jellemző partiját bemutatni, és a későbbiekben pedig szót ejtünk az élbolyban szereplő további játékosokról is. A partiban ugyan Daniel a világos figurákat vezette, és igyekszik a sötét figurákat vezérlő, balkányi illetőségű hegedűs Rolandnak az erődítményét bevenni, és bemattolni a királyát. Lássuk tehát a partit, Dániel világosan Huszár F3-mal kezdett, ezt a lépést a magyar specialitásnak nevezték el a 70-es, 80-as években, mégpedig azért, mert Huszár F3-mal csupán egy megnyitás, a réti megnyitás kezdődik, a magyar sakkozó, különösen Barca Gedeon, találta azt ki, hogy a különböző megnyitásokat lépéscserékkel szokták feltállalni, olyan lépéseket tesznek, amelyek nagyon sok megnyitásnak a rendszerébe beleillik, és az ellenfél válaszához képest terelik egy egészen más megnyitási rendszerbe a játékot. Tehát Huszár F3-ra a balkányi hegedűs Roland D5-öt lépett, amire Dániel C4-et húzott. Ez egy szintén egy ilyen sokértelmű lépés annélkül, hogy most elmondanám, hogy milyen megnyitások alakulhatnak ki ebből, csak annyit tartok szükségesnek elmondani, hogy ez egy látszat gyalogáldozat, és ha sötét leütné a C4 gyalogot, abban az esetben világos azonnal vissza nyerni, például vezér a 4 tehát nem kell ebbe egyébként vezér a 4 nem kell itt azért azon nyomban visszanyerni a gyalogot, sötétnek nem ajánlatos leütni ezt a gyalogot tehát C4 volt a lépés, erre Sötét válaszolni kénytelen, hogy hogyan is vonuljon fel. Megjegyzem, hogy Dániel nagyon sokszor katalán megnyitást is szokott alkalmazni, Sötét azonban C6-tal egy stabil rendszerbe megy bele, tehát gyalogütés után a C6 gyalog alüssön vissza a D5 pontra, és Szilárdan megvesse a lábát a centrumban, Dani erre D4-et húzott, és már is a vezércsel szláv védelmébe tértünk bele. Erre következett Huszár F6, és világos, több folytatás közül választhatott. Itt egy nyugalmas, szolidabb rendszer választott, E3-mal biztosította a centrumot, amire sötét a futó F5-öt lépte meg. Teljesen szokványos és normális lépésnek tűnik, hiszen kiszabadította a futót, mielőtt e hattal tal megnyitná sötét az útját a sötét mezejű futónak is. Dani azonnal kérdőre vonta, hogy mit akar azzal a futóval, 20 H4. Ö Sötétnek ez a futója meglehetősen erős, és nem ajánlatos egykönnyen leadni. Dani ezért tulajdonképpen azt vitatta meg sötéttel ezzel a huszár h lépéssel, hogy visszavonja-e a futót a c 8 vagy D7 mezőre, vagy pedig ott hagyja a királyszányon, és előbb-utóbb lecseréli azt világos a huszárért. Roland extrém megoldással a futóval beütött B1-re, tehát a fejletlen huszárért adta oda a futóját, természetesen Bástya üt B1 következett, és erre jött vezér A5 sakk. Úgy tűnik, hogy gyalogot nyer ez az állás, gyalogot nyerünk ebben, ugyanis futó D2-vel, Kivétte a sakkot, és védtelennek tűnik az a 2 gyalog, de a Roland is nagyon jól tudja, hogy mérgezett lehet ez a gyalog, ezért a vezérrel visszavonult D8-ra. Igazából nem értettem ezt a vezér rájött sak manővert, hiszen tempóval fejlesztette a C1 futó D2-re. Ez a halvány tempónyerés, ez egy leheletnyi előnyt jelenthet Dánielnek, aki tisztázta a helyzetet a centrumban, üt d Roland a huszárral ütött vissza d 5 én azt mondom, hogy ízlések és pofonok ö, különbözőek. Én inkább a C6 gyaloggal ütöttem volna vissza, hogy a B8 huszárt C6-ra tehessem, majd E6 után játékba hozzam a sötét futót, és a bástya AC8 után felvonuljak a nehéz tisztekkel a a nyíltává C vonalon, de Roland hát lehetséges, hogy más tervet kívánt megvalósítani ebben az állásban. Ö, Világos állásában nem igazán szimpatikus a sötét mezőjű futónak a helyzete, mivel be van zárva a saját gyalogjai mögé, és be van tiltva neki a C3, B4 és A5 mező egyaránt. Nagy erővel fenyeget azonban sötét részéről az E5 lépés, kihasználva az indisponált H4 huszárnak a helyzetét, ezért világos vissza is vonult a huszárjával F3-ra. Ezek után ö, sötét lehetővé tette a futójának a kifejlesztését is. Két út ö, állt előtte, vagy g6-ra, g6 után G, ö, futó g7-tel fejlődik és rövid sáncot hajt végre, vagy pedig e6-tal az a3 f8 nagy átlón kívánja játékba ö, dobni a futót. E6-ot választotta Roland, amire a3 következett. Az A3 lépés megóvja a B4 pontot a huszár különböző kirohanásairól, de tovább szűkíti azért a <coughs> játékot a D2-n álló sötét futó számára. Következett futó E7, futó C4, ezzel a lépéssel én azt hiszem, hogy távlati tervet követhetett világos. Azt a futót a d 5 huszárért leadni nem teljesen célszerű, az egy erősé váló futó, valahogy meg kell kíséreni, megszerezni a D5 pont feletti ellenőrzést. Sötét minden esetre rövid sáncot hajtott végre, majd világos is sáncolt, és sötét tovább kívánt fejlődni huszár D7-tel. Sötét állásában a probléma tulajdonképpen az, hogy az, az állása kisé nyomott ha jól el lehet zavarni a d álló huszárt úgy, hogy abból ne kovácsolhasson előny, akkor tulajdonképpen a d 4 n 4 gyalogcentrum világos fölény biztosít, különös tekintettel arra, hogy világosnak futópárja van. Ebbe a tervbe illeszkedik világosnak a vezére kettő lépése, ami már jelzés lehet sötét számára, hogy világos E4-re készül. Tehát vezér d 1 2, és ö, sötét ezek után Bástya C8-at húzott. Én azt hiszem, hogy meglehetősen nehéz kielégítő ellenintézkedést tenni E4 után, mert, ö, mert ö, akkor a huszár visszaszorul, Sötétnek a terve azonban szemlátomást az, hogy C5-tel szabadít fel, és C5-tel tisztázza a centrumot. Ezért világosnak, mielőtt E4-et húzott volna, B2, B4-et kellett lépnie, és ezek után már nem lehetséges a továbbiakban a C5 felszabadító lépés. Huszár D7, B6 következett, megkérdezi a futót, hogy hová is szándékozik visszamenni, hát a futó B3-ra ment vissza, és következett uh, e áhat. A6. Az A6 lépés, uh, hát nem is tudom, milyen jelzőkkel apostrofáljam, kissé passzívnak tűnik nehéz megtalálni, hogy világos, szemmel látható terve a centrum fölén N4-es terve ellen, sötét mit tud ellenszegezni. Egy N4 után a sötét mezőjű futó miatt a huszár nem mehet vissza a legfeljebb C7-re vagy F6-ra, teljesen leszorul a centrumban sötét, és ezzel az A6-tal tulajdonképpen stabil az A6-B7-C6 gyalog alakulat, de meglehetősen kigyengülnek a sötét vezérszányon a sötét pontok, illetve a huszároknak tartósan bázisa sem lehet, legfeljebb D5-ön, illetve B5-ön, és a gyalog nem tud ellenjátékot sötét megvalósítani. Világos ezek után Huszár E5-öt húzott, amire huszár D4 volt a válasz, D7 volt a válasz. Teljesen érthető, hogy sötét a nyomott állásán öö, cserékkel igyekszik enyhíteni. Ez, ez, ebben az örömben azonban nem, részesi, nem részesülteti Dániel Rolandot, hanem a huszár visszavonja D3-ra. Ezek után már a huszár ellenőrzi a C5 mezőt, az E5 mezőt, az F4 mezőt, és megindulhat előbb-utóbb akár a gyalogokkal is. Tehát az E 3, illetve F2 gyalogokkal is. Futó F6 következett. Úgy tűnik, hogy az E5 ellenlökést kívánja végrehajtani sötét. Ezt azonban f 4 el teljesen elfolytja Dániel. Bástya E8. Nehéz most már tanácsot adni a leszorult sötét állás ö, vezérlőjének, hiszen ö, igaz ugyan, hogy az A3, B4, D4, E3, F4 gyalog alakulhat, tehát a, a világos gyalogok sötét mezőkön rögzültek, de jól látható, hogy F4-el vagy akár e 4 is ö, igen komoly gyalogrohamot lehet intézni a sötét állás ellen, és ez ellen sötét ö, csupán passzívan tud védekezni. Bástya E8-ra következett G4. A terv tehát egyértelmű, hogy G5-tel leszorítjuk teljes egészében a futót is, és aztán mozgásba hozzuk a hágyalogot, és a nehéz tisztek segítségével közvetlen király elleni támadást fog szervezni világos. Huszár F8, teljes visszarendeződés a világos agresszió elhárítására, G5 következett ugyanis, futó E7 kötelező. Ezek után megvalósul ö, söté, világosnak az álma, jól tudja meghúzni az E4 lépést is, az utolsó tisztet is visszazavarja egészen hátra az alapsor közelébe, Huszár C7. Most meg kell védenie világosnak a D4 gyalogot, futó E3 a célszerű, hogy a vezér le üthesse a D4 gyalogot, és ezek után következett Huszár Béla 5. Sötétnek nagyon nyomott állása van, és nem is lehet egykönnyen kiszabadulni. Ebből ilyen alkalmi esélyeket kerget, hogy nyomás alá helyezi a D4 pontot, ez azonban érdemi nehézséget nem okoz. Vezér B2 ugyanis egy hosszú távú ö, lépés, hosszú távú stratégiai tervet követ. Egyrészt ugye őrzi az A3 gyalogot is, megőrzi a D4 ö, gyalogot is, és az A1 H8 nagy átló már oda kacsingat sötét király elé a G7 pontra. Következett E5, vagyis A5, erre a lépésre ö, világos, nyugodtan folytatja a tervét H4-gyel, ugyanis A5 5, B4, után az A3-mal üt vissza világos, a D3-on álló huszár jól őrzi a B4 gyalogot, és alkalmasint most már kinyílt az a vonal is. Ez sötétnek jelent némi nemű ellenjátékot, de igazából komoly ellenjátékot nem jelenthet. B6-ot húzott sötét, ami azért történhetett, hogy a huszára jól bene tudjon állni C5-re, ez azonban további gyengítést jelentett. Világos, mivel látható, hogy sötétnek nincsen semmilyen aktív terve az állás forszírozására, folytatja a gyalogrohamot, F5. Gyalogüt f F5, f F5, vagyis bástyaüt f és következett huszár D6 ezzel a lépéssel egyszerre akarja támadni a bástyát is és az E4-en álló huszárt is. Itt azonban egy nagyszerű kombináció következik. Danika fiatal kora ellenére nagyon jól számolja a változatokat, és nem hagy ki egy ilyen óriási zitszert. Bástya üt F7, Bishop takes F6, Huszár F7, és most Kötésbe került a király, ugyanis vezér B3-mal helyhez kötjük, vezér B2-B3, helyhez kötjük az F7 ponton a huszát, és nincs abban a helyzetben ö, tulajdonképpen sötét, hogy azt meg tudja védeni, tehát egy gyalogot nyert ezzel a kombinációval, kis kombinációval ö, világos. D6-ra lépett a vezérrel, ezek után természetesen vezérüt F7, sak, a király h 8 kényszerült, és ezek után beköszöntött a katasztrófa Huszár E5. Ez a lépés azért katasztrófa, mert most már a király elleni közvetlen támadás következik, a vezér, ha visszavonul az A2-G8 átlón, akkor következhet Huszár-F7-saksek, és hogyha ez ezelől a vezérrel sötét, akkor is következne Huszár-F7-sak, király G8, Huszár-H6, király H8, vezér G8, mat fenyegetés ezt igyekezett, ezt a lépést védeni huszár e-6-tal. Ez azonban nem jelentett problémát Danikának. A világos figurákat vezérlő fiatal titán ugyanis úgy látta, hogy itt most vezéráldozatot kell hozni, és pedig egy gyönyörű, szép vezéráldozatot könnyű tisztekért. Következett vezérült e-6, vagyis e-8, következett Bástya üte 8, és az általa mi, bemondott, Huszár F7 saksek egy döntő tördöfés volt sötétnek a hasába. Erre csak is király G8 lehetséges lépés, és ö, ezek után világos a huszára leütötte a D6 vezért. Következett futó D6, és e 5 tel teljesen el lett zavarva a sötét mezőjű futó, mégpedig C7-re. A következő feladat az, hogy az anyagi előnyt érvényesítsük. Sötétnek ugyanis minőség és gyalog hátránya van, ilyen esetben az állás anyagi előnyét kell tovább fokozni mi is a leggyengébb pont sötétnek az állásában, hát a C6 gyalog, azt nem védi pillanatnyilag semmi sem. a c 1 megkérdezzük sötétet, hogy mivel akarja védeni a C6 gyalogot. Bástya B1, C1, csak is és kizárólag huszár d 8 al lehet azt védeni, és ezek után pedig azt a kérdést tehetjük fel, hogy sötétnek, hogy Miért van minden figurája az alapsoron? Hát azért, mert nem tud mit tenni. Ezek után világos, neki lát szépen felvonulni, király G2, bástya F8, kinyában már cserét kínál fel, ezt el is fogadja világos, bástya üt F8, bástya üt F8, és király F3. király E7 következett, király E4, király E6. A pozíciós fenyegetés az volt, hogy D4, D5-tel áttörünk, és lenyerjük a C6 gyalogot, ugyanis, hogyha a C6 a beütött volna sötét, akkor a bástyával leüthető a sötét mezejű futó. Most már ez nem valósítható meg, hiszen a király is odaérkezett, az E6 pontra, és D4-D5-re a C6-on álló gyalog sakkal tudna beütni D5-re. Ezért Világos úgy döntött, hogy átmenetileg bástyát áldoz, bástya üt C6, huszár üt C6, D5 sakk, ezt gyalogvillának nevezzük az állást, király D7 kötelező volt, következett ezek után E6 sak A királyal E7-re kellett menni és most lehetett leütni a C6 lovat. Üt C6. A király leütötte a az E6 gyalogot. Ezek után B5-tel. B4-B5-tel világos, biztosította a szabadgyalogot, tehát nem csak gyalog előnye van világosnak, hanem védett szabadgyalogja is, ilyenkor már a világbajnok is feladhatná, de Roland még azért küzdött. Lépett, futó D8-at, amire következett H5, G6, 5 G6, 5 G6, és bá, ö, Bishop futó F4 lépés következett, ami védtelenné tette tulajdonképpen a C7 behatolás ellen a sötét állást. Futó ehetet kellett lépni, amire világos futó C7 lépett, hogy megtámadja a, a magányosan álló B6 gyalogot. Erre következett futó G5, futó üt B6, király D6, bástya E3, vagyis futó E3, futó D6, D8, király D4, király Cecília 7, Király Dénes 5. A védekező királynak ilyenkor már nem sok esélye van, hiszen sokkal tud jönni a B5-B6 gyaloglépés is. Király C8, következett B6, sötét még igyekezett megfuttatni a G gyalogot G5, erre azonban következett Bást futó F2, G4, és B7-sak. A parti menthetetlen, ugyanis a gyalog sakkal fog érkezni, a sötét király választhat, hogy b 8 vagy C7-e lép ki, erre azonban következik futó G3-sak, és a gyalog B8-on vezérré változik. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!